Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Urunk, áldunk és magasztalunk téged, hálát adunk, hogy adtál lámpást, világosságot számunkra. Köszönjük, hogy kijelentetted magad, hogy ezáltal megismerhetünk. Köszönjük, hogy adtad a te igédet, hogy útmutató legyen számunkra az életre, ismeret forrásként, biztos alapként, amire építhetünk. Uram, kérlek ezért ad, hogy jobban megismerhessük a te igédet és az ige által téged és önmagunkat és azt a tervet, amit te készítettél számunkra. Uram, kérünk, hogy te könyörülj rajtunk. Te áld meg a mostani együttlétünket, áld meg a te igédet, hogy azt megérthessük. Könyörülj én rajtam is, Uram, te látod, hogy a feladat, amire vállalkoztam, meghaladja az én erőmet, képességemet, de kérlek, hogy te könyörülj rajtam és használj eszközöttként, hogy úgy tudjam szólni a te igazságaidat, hogy az eljusson mindnyájunk szívéhez, értelméhez, betöltsön, önmagával ragadjon. Kérlek, Uram, hogy te könyörülj rajtunk, hogy tudjuk legyőzni a fáradtságunkat, és megértsük mindazt, amit fontos megértenünk, hogy biztos alapra építhessük az életünket, hogy senki és semmi ne tudjon megingatni bennünket, eltávolítani erről az alapról. Ezért kérünk, te munkáld bennünk ezt a meggyőződést, te légy itt jelen a te lelked által, és könyörülj rajtunk, Urunk. Te tudod, hogy mire van igazán szükségünk. Te tudod, hogy mi tarthat meg bennünket ebben a bizonytalan világban. Hogy mi az a biztos pont, amihez ragaszkodhatunk, amire építhetünk, ami megtarthat bennünket minden körülmények között. Kérünk, hogy így könyörülj rajtunk, és így munkálkodj hatalmasan bennünk a te neved dicsőségére, Krisztusért. Amen. Amen. Itt igeverset olvasok, bocsánat, egy igeversnek a felét kezdetbe elég, aztán majd idézni fogom többször is. Timóteushoz írt harmadik levél, bocsánat, második levél harmadik fejezetéből. Mondtam, hogy alkalmatlan vagyok. Tehát 2 Timóteus 3.16, így érthetőbb. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos. A teljes írás Istentől ihletett. Egy hónappal ezelőtt elkezdtük ezt a sorozatot. Az én feladatom, hogy a rendszeres teológián belül a bibliológiáról, vagyis a szentírásról beszéljek. Egy kis bevezető után, múlt alkalommal megvizsgáltuk Isten általános és különleges kijelentéseit. Szentírás, ugye Isten különleges kijelentése, amiben Isten önmagáról, a teremtett világról, az emberről, az ő megváltási tervéről és sok minden egyébről beszél. Ugye a Szentírásból, Isten kijelentéséből ismerjük meg azt, hogy kik vagyunk, hogy miért vagyunk. És hogy merre felé tartunk? Hogy mi vár ránk a jövőben? Azonban ahhoz, hogy biztosak legyünk a mi ismeretünk felől, szükségünk van egy megbízható forrásra. Szükségünk van meggyőződnünk afelől, hogy ez a forrás, ez valójában Isten kijelentése, és biztos, és építhetünk rá. Ma rengeteg információhoz hozzá lehet férni, ugye mindenkinek van kütyüje, ami csatlakozik az internet hálózathoz, be lehet írni a Google-be, bármire rá lehet keresni, rengeteg információhoz lehet hozzáférni, csak hogy nagyon kevés megbízható információhoz. Amiről bizonyosak lehetünk, hogy az tényleg úgy van. Ugye Sándor is említette, hogy ilyen történelmi regények. És akkor most mi abból a történelem, és mi a rege? Nem könnyű ezt eldönteni. Vagy ugye gondoljunk csak a jelenlegi helyzetre, állapotra, jelenlegi háborúra. Vagy az elmúlt 2 évi pandémiára. Mennyi hazugság, mennyi hamis információ hangzott el, és hangzik folyamatosan. Nagyon sok konspirációnak, vagy konteónak kikiáltott elmélet végül valóra vált. Tehát, hogy nem volt konspiráció,
hanem csak annak akarták feltüntetni, mert zavaró volt, hogy az igazság előre kiderült bizonyos dolgokról. És éppen ezért ugye egyre kevésbé bízhatunk meg a médiában. Nem is beszélve a politikusokról. De sajnos még az egészségügyben is. Az elmúlt időszak tapasztalataink alapján. De mégis nekünk szükségünk van egy megbízható ismeret forrásra, amire alapozhatunk. És ez nem más, mint a Szentírás, Isten igéje. De tudjuk, hogy a Szentírást is nagyon sok támadás éri, különösen az utóbbi időben. Nagyon sokan törekednek lerombolni a Szentírásnak a tekintélyét, megfosztani bennünket ettől az egyetlen hiteles forrástól. Hogy aztán ne legyen semmi objektív alapja a mi ismeretünknek. Az ördög, a szétdobáló minden időben ezen munkálkodott, de az utóbbi időben talán még nagyobb hévvel teszi, mert tudja, hogy kevés ideje van. Már kevés ideje van. De éppen ezért kell nekünk még jobban ragaszkodnunk az igazsághoz. Megismernünk az igazságot, és képviselnünk az igazságot. Meggyőződnünk afelől, hogy amit tudunk, azt helyesen tudjuk. Azt megfelelő forrásból tudjuk. És ennek a bibliaiskolának is ez az egyik célja. Hogy ilyen ismeretre tegyünk szert, hogy megbizonyosodjunk a mi ismeretünk felől, és tudjuk ezt hitelesen képviselni. Bölcsen képviselni mások felé is. Isten igéje az igazság, testvéreim. És az igazság szabadá tesz. Ezért fontos megismernünk, meggyőződnünk felőle. Reformátusok lévén nem tehetem, hogy ne utaljak a reformációra, meg a reformátorokra. Tudjátok, hogy annak idején volt 6 tétele a mi teológiánknak, amikhez ragaszkodtak főleg azok, akik már előttem ott voltak, mert én utólag kerültem csak oda. 6 tétel, amit a liberálisá vált Magyar Református Egyháznak a vezetősége, a vezetőségének a többsége, nem mindenki, a többsége nem akart elfogadni, és ezért zárták ki a teológiánkat, és kényszerítettek egy új felekezetet létrehozni. És az első tételünk ugye az volt, a Szentírás tévedhetetlenségéről szólt. Hogy hisszük, hogy a Szentírás tévedhetetlen Isten szava, megbízható minden téren, minden tekintetben, és ezt továbbra is fenntartjuk. A második tétel arról szólt, hogy hisszük, hogy a reformátorok helyesen értelmezték a Szentírást, és ezért nekünk is ragaszkodnunk kell ehhez a fajta értelmezéshez, követnünk kell ezt ugye főleg az alaptételekben, hisszük, hogy a hitvallások, a reformáció hitvallásai biblikusak megfelelnek Szentírás tanításához, és ezért nekünk ragaszkodnunk kell ezekhez. És továbbra is ragaszkodunk. Ugye tudjuk, hogy a megigazulás tana indította el a 16. században századi reformációt, de hasonlóan fontos szerepet játszott a reformációban az autoritás kérdése. Hogy kié az autoritás? Ki a tekintély? Amikor Luther Márton vitába került a Római Katolikus Egyházzal a megigazulás kérdése kapcsán, a dolog odáig fajult, hogy Luther nyilvánosan fel kellett vállalja, be kellett vallania, hogy nem ért egyet az egyház és a korábbi pápák bizonyos kijelentéseivel. Most ez nekünk nem tűnik nagy dolognak, de ez abban az időben nagyon nagy dolog volt. Ez nem kis válságot okozott Luthernek, mert az ő korában ez elfogadhatatlan volt, hogy az egyház vagy a pápa tekintélyét bárki is megkérdőjelezze. Értjük? De Luther továbbra is megtartotta az álláspontját, és amikor 1521-ben beidézték a Worpsi gyűlésre, és felszólították, hogy vonja vissza a tanait, akkor ott ezt mondta ismerős, a híres beszéde, védő beszéde, kért egy napot haladékot, mert nem mert azonnal válaszolni, nem merte azonnal felvállalni, ezt meg kellett harcolnia.
És a következő napon azt mondta, amennyiben engem az írás tanúságával vagy érvekkel meg nem győznek, mert én a pápáknak és a zsinatoknak nem hiszek, mivel bizonyos, hogy gyakran tévedtek és saját magukkal is ellentmondásba keveredtek, így én az általam idézett szentírási helyek alapján meg vagyok győződve lelkiismeretemben, és Isten szavainak fogságában vagyok. Ezért én nem akarok semmit sem visszavonni, mert a lelkiismeret ellen tenni nem lehet biztos és gyógyító sem. Most ez a luteránus oldalról vettem, ez egyfajta fordítás, máshol másképp fordítják, és így fejezte be, Isten segítsen engem. Amen. Tehát ugye ebből a konfliktusból származott a Szentírásnak az a jelmondata, hogy sola scriptura, ami azt jelenti, hogy egyedül a Szentírás. A Szentírás a mércénk, az egyedüli mérce. Vagy csak a Szentírás szerint így is lehetne ezt fordítani. Tehát Luther és a többi reformátor azt tanította, azt tartotta, hogy a Szentírás az egyetlen és a végső tekintély, amely abszolút joggal bír a lelkiismeretünk fölött. Semmi más. Luther nem akarta kivonni magát az egyház másodlagos autoritása alól, és nem határolott el az egyház történelmi zsinatainak a tekintélyétől, mint például a niceai vagy a kalcedoni zsinatuknak a határozataitól, amelyek alapvetőleg bibliai igazságokat határoztak meg. Azonban az volt a meggyőződése, és ez kell legyen a mi meggyőződésünk is, hogy az egyházi zsinatok nem rendelkeznek olyan szintű tekintéllyel, mint a Biblia. Ezért számára a legfőbb tekintély mindig is a Szentírás volt, és számunkra is ez kell legyen. Számunkra is a Szentírás kell jelentse a tekintélyt. Erről majd a második előadásban fogunk még bővebben hallani. Most főleg a Szentírásnak az eredetéről, ihletettségéről szeretnék szólni, mert ebből, ennek a megértéséből fakad a Szentírásnak a tekintélye, az autoritása is. Hogyha megértjük, hogy mi valójában Szentírás, Isten igéje. Csak egy tévedetlen Biblia jelenthet számunkra tekintélyt. Ha nem hisszük, hogy a Szentírás tévedetlen, akkor nincs semmi tekintélye előttünk. A református szempontból is a Biblia eredete kulcsfontos szerepet játszott a Szentírás elsőbsége és tekintélye szempontjából. Az eredet és az autoritás fogalmak között van egy érdekes kapcsolat, ugye mindkettő a szerzőre utal, hogy kitől ered, honnan ered. A reformátorok azt mondták, hogy bár a Bibliát könyvről könyvre írták, és bár emberek írták, de a végső szerzője nem Pál és Lukács, vagy Jeremiás, vagy Mózes, hanem maga Isten. Isten használta a tekintélyét az emberi szerzők írásain keresztül, akik az ő szószólóiként szolgáltak a világ előtt. Persze felmerül a kérdés, hogy hogyan lehet emberi szerzőket felruházni isteni tekintéllyel. És erről a múlt alkalommal hallottunk már, hogy Isten maga szólt a proféták és az apostolok által. Isten használta őket, a proféták, akár csak az apostolok, tanítása Istentől való volt. Ezért az egyház történelemben két kifejezést használtak, gyakran a Szentírás természetére utalva. Az egyik a verbum dei, azaz Isten szava, a másik a vox dei, Isten hangja. Hasonló a kettő. A reformátorok úgy vélték, hogy bár a Szentírás lapjain szereplő szavakat nem Isten írta személyesen, persze van kivétel, például a törvény kőtábláira Isten maga írta fel azokat, miután hallható módon elmondta azokat a népnek a Sínai hegynél, de a Szentírás egyéb szavait nem Isten írta le személyesen, azok mégsem mások, mint az Isten szavai, amiket közvetlenül a mennyből közvetít felénk.
Tehát azt olvastuk a 2 Timóteus 3.16-ban, hogy a teljes írás Istentől ihletett. A teljes írásnak fordított görög szó a grafé, egyszerűen fordítva az írások. Ugye ez a zsidó nép számára, ez különösen az ószövetségi iratokra utalt, a törvény és a proféták könyvére, meg van írva kifejezés, ez egy technikai fogalom, ami kifejezetten a bibliai írásokra utal. De nyilvánvaló, hogy itt a II. Tesszalonika levélben szereplő ígében, amit olvastunk kezdetben is, és az előbb is idéztem, ez nem csak az ószövetségi írásokra vonatkozik, hanem ugyanúgy az új szövetségben található apostoli íratokra is, vagy az evangéliumokra, amire hallottunk korábban. Mert ők ugyanúgy fellettek hatalmazva arra, hogy Isten ígéjét közvetítsék a Szentlélek ereje által, a Szentlélek közvetítése által. Tehát ezekre az írásokra is hivatkozik Péter, amikor Pálra utal, és azt mondja 2 Péter 3.16-ba, hogy szinte minden levelében, mármint Pál, amikor ezekről beszél, azokban, amelyekben vannak némely nehezen érthető dolgok, amiket a tudatlanok és ártatlanok elcsűrnek, csavarnak, mint egyéb írásokat is a maguk vesztére. Mint egyéb írásokat, és ezekről az írásokról szól Péter. Az 1 Korintus 7-ben például Pál többször utal arra, hogy amit mond, azt nem ő magától mondja, hanem az Úr mondja. Az Úr kijelentéseit idézi. 7. vers például. Nem én mondom, hanem az Úr. Tehát nézzük tovább. Mit jelent az, hogy Istentől ihletett? Az ihletett szóval fordított kifejezés azt jelenti, hogy így is lehetne fordítani, hogy kilehelt. Ihlet által adott. Az egyház történelemben a Szentírás ihletettségét illetően különbséget látunk a között, ahogy a Isten ígéje használja ezt a kifejezést a 2 Timóteus 3.16-ban, és a között, ahogy némek értelmezik ezt. Például a híres teológus B.B. Warfield arra mutatott rá, hogy, és helyesen, tehát, hogy én is ezzel értek egyet, meg sokan mások, konzervatív teológusok, 2 Timóteus 3.16-nak a jelentése nem annyira azt hangsúlyozza, hogy Isten hogyan adta, hogyan közölte az információt, mint inkább azt, hogy honnan ered az információ. Tehát az információ eredetére utal. Tehát másképp szólva, Pál azt írja, hogy az egész Szentírás görögül theopneuptos, azaz Istentől ihletett, és nálomnál sokkal okosabb, és a görög nyelvet sokkal jobban ismerő biblia magyarázók azt mondják, hogy ez sokkal inkább vonatkozik arra, hogy mit ihletett Isten, mint arra, hogy miként tette ezt. Tehát ez azt jelenti, hogy a teljes írás Istentől származik. Ő lehelte ki, Istenből való. Tehát sokkal inkább ahhoz kapcsolódik, hogy Istentől származik, ő lehelte ki, tőle való, Isten ihlette, mint ahhoz, hogy hogyan tette ezt Isten, hogyan közölte ezt. Pár szavai mögött az az isteni erő áll, ami a Szentírást ihlette. Vagyis a pontos fordítás ennek a szónak az is lehetne, hogy Isten kilehelte a teljes írást. Istenből származik. Volt is 18. században egy teológus, aki feltette ezt a kérdést, hogy vajon nem-e Isten az írás? Majd látni fogjuk ezt később, még ehhez visszatérek. Nyilván nem kell összetéveszteni, de hogy igen, isteni autoritással bír, mert hogy Istenből való. Tehát a gondolat,
amit az ige hangsúlyoz, az, hogy a teljes szentírás Isten ihlette, Istentől származik, tehát a végső eredete Isten. Ő ezeknek az írásoknak a forrása. Azonban, amikor az ihletettség fogalmáról beszélünk, akkor valójában a Szentléleknek a munkájáról beszélünk, aki különböző időkben eljött és betöltött némely embereket, és felkente őket az ő erejével és bölcsességével, és ezek az emberek ihletet kaptak, indítatást és bölcsességet kaptak arra, hogy az Isten igének Isten igét megírják. Bár a Szentlélek munkája nincsen kifejezetten így definiálva a Szentírásban, de a Biblia mégis világossá teszi, hogy a Szentírást nem emberek indítatásából írodott. 2 Péter 1.21. Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szentlélektől indítatva szólottak az Istennek szent emberei. És ez igaz mind az Ó, mind az Új Szövetségre. Tehát összefoglalva, a Szentírás ihletettségének tana azzal a móddal foglalkozik, ahogyan Isten koordinálta, irányította a Szentírásnak a megírását, hogy az tévedhetetlen módon eljusson hozzánk. Egyesek azzal vádolják a bibliai keresztényeket, hogy mi egy ilyen mechanikus perspektívát képviselünk az inspirációval kapcsolatosan, amit diktálás elméletnek is neveznek. Vagyis az az elképzelés, hogy a Szentírás szerzői egyszerűen diktálás után vették Isten szavait, és mint egy titkár leírták azt, amit Isten mondott nekik, leírták szóra-szóra, amit nekik szóban diktáltak. Vagy másképp fogalmazva, a diktálás elmélete Istent tekinti ugyan a Szentírás szerzőjének, és az emberi tényezőket egyfajta titkároknak, akik a diktálást leírták. Isten beszélt, és az ember lejegyezte. Most tényleg van is egy pár év, ami emellett szól, hiszen vannak olyan szakaszok a Szentírásban, ahol Isten gyakorlatilag ezt mondja, hogy írd le. Például Jeremiás 32. 30. fejezet 2. versében. Tehát Isten lediktálta Jeremiásnak, hogy mit írjon. Vagy majd látni fogunk még igéket Mózes könyvéből is, hogy sokszor Isten elmondta konkrétan, hogy mit írjon le. Jeremiás 32. Azt mondja az Úr Izrael Istene, írd le magadnak egy könyvbe mindazokat a szavakat, amelyeket mondtam neked. Tehát ez bizonyos részben igaz, de nem igaz a Szentírás teljes részére. Nem igaz a teljes Szentírásnak az esetében. Például akár csak Mózes 5 könyvében a részben ugye van olyan, amikor Isten mondja Mózesnek, hogy ezt írd le, de sokszor a zsidó népnek a krónikáról olvasunk ott, hogy mik történtek. Amit Mózes a saját szemszögéből írt le, úgy ahogy láttuk, ugye, hogy az evangéliumokban is más-más szemszögből látták az evangélisták azt, amit leírtak. De nyilván Isten ihletettsége alatt, Szentlélek által ihletve. Tehát Mózes könyvében is, vagy a Bírák, Sámuel, királyok könyve, tehát Isten megszólal bennük, de többnyire a törvények vagy eseményeknek a leírását találjuk bennük. Ugye idézte Sándor is, de hadd idézem én is Lukács evangéliuma elejét, ahol ugye látjuk, hogy Lukács gondosan utána nézett azoknak az eseményeknek, azoknak a dolgoknak, amiket leírt az evangéliumba. Mivel sokan megkísérelték már írásba foglalni azoknak az eseményeknek az elbeszélését, amelyek közöttünk beteljesedtek, ahogyan azt ránk hagyták azok, akik kezdettől fogva szemtanúi szolgái voltak az igének, magam is jónak láttam, ki elejétől fogva mindennek szorgalmasan utána jártam, hogy azokat szép rendben leírjam neked. Nagyra becsült Teofilusz. Vagy ugye akár csak a profétikus könyvek egy része is úgy hangzik, mint a proféta életének a naplója.
Mert nem csak kijelentések vannak leírva bennük, hanem események is, amik történtek vele. Tehát a lényeg az, hogy a diktálás elmélet csak a Szentírás bizonyos részeire ad magyarázatot, de nem az egészre, sőt, csak a kisebb részére. De nyilván továbbra is vannak, akik ezt a megközelítést vallják. Például a 16. századi tridenti zsinaton a római katolikus egyház ezt a kifejezést használta, hogy diktándé, vagyis diktálni. Arra utalva, hogy a Szentlélek diktálás útján íratta le a szent írókkal azt, ami bekerült a Szentírásba. Amit az előbb rámutattam, ez részben igaz, de csak kis részben. Amúgy Calvin János is azt vallotta, hogy bizonyos értelemben a proféták és az apostolok Isten titkárai voltak. Abban az értelemben, hogy ők az Isten szóvivői voltak, vagyis Isten szavait közvetítették. De amint láttuk, a diktálás elmélet nem ad magyarázatot az inspirációnak a módjára. Mert egyértelmű az ígéből, hogy az inspiráció folyamata nem semlegesítette az íróknak a személyiségét. Ugye, hogyha valaki diktál egy szöveget, az mindig ugyanaz lesz. Vagyis ugyanaz a stílusba lesz közvetítve az a szöveg. De a Bibliában azt látjuk, hogy különböző stílusokat találunk. Tehát Isten választotta ki és készítette fel ezeket az embereket erre a szent feladatra, de a Szentírás vizsgálatából egyértelműen kiderül az írók személyiségének és stílusának a különbözősége. Nagyon eltérnek egymástól esetenként. Egyértelmű például, hogy a Lukács stílusa különbözik a Mátéjétől. Bár szinoptikusok, együttnézők, de mégis más-más módon írják le az eseményeket. Vagy például Dániel nyelvezete, vagy irodalmi stílusa, megfogalmazásai nagy mértékben különböznek, mit tudom, például Jakab írásától, levelétől. Hogy ugye a héber kultúrában élőkre nagy hatással volt az a kultúra, a héber kultúra. Míg a későbbi írókra, akik a görög kultúrában éltek, rájuk már a görög kultúra volt nagy hatással. És ez kiérződik az írásaikból, ki is tűnik az írásaikból. Mégis ettől függetlenül Isten igazsága oly módon lett közvetítve általuk, hogy ezek a különböző kultúrájú, stílusú és személyiségű emberek inspirált módon azt közvetítették, és csak azt, amit Isten akart általuk üzenni. Tehát az inspiráció által nem a személyiségük, nem a stílusuk vagy a kultúrájuk lett kiküszöbölve, hanem az elferdítésre, a tévedésre és a hamisságra való hajlamuk. Mert hogy emberek voltak, emberek írták, de mivel Isten vezette, Isten szent lelke indította és vezette őket a Szentírás megírásának a folyamatában, ezért a Szentlélek felvigyázta, hogy semmi olyan ne kerüljön bele a Szentírásba, ami csupán emberi volna. Ami ne lenne összhangba az Isten akaratával, az Isten igazságával. És ezt nagyon fontos megértenünk. Aztán továbbá az evangélium keresztények között is vannak némelyik azt gondolják, hogy a bibliai szerzők néha ilyen passzív eszközök voltak, mintha csak egy toll lettek volna az Isten kezébe. Nyilván ez semmit nem változtat az ihletettség folyamatán, az eredmény ugyanaz marad. Calvin például azt mondja, úgy kell olvasnunk a Bibliát, mintha Istent hallanánk beszélni hozzánk, és szavakkal mondja el az üzenetét. Tehát más szóval a Szentírás ugyanolyan súllyal és hatalommal bír, mintha Isten személyesen mondaná azokat a szavakat.
Ez nem jelenti azt, hogy Calvin János azt hitte volna, vagy azt prédikálta, hogy az Isten hallható módon közölte volna az ő szavait. A valóság az, hogy nem ismerjük igazából azt a folyamatot, amellyel Isten ihlette a Szentírást. Csak ezt tudjuk, hogy igen, ihlette. Tévehetlen módon felülvigyázta. Mégis az ihletettségnek köszönhetően, bárhogy is adta és közölte azt Isten, a Szentírás minden egyes szava magába hordozza az Isten tekintélyét. Az isteni tekintélyt. Erre még visszatérünk majd a második előadásba. Tehát minden egyes szó, ezt nevezzük, hogy verbálisan inspirált. Az inspiráció a teljes Szentírásra pleláris módon kiterjed, és minden egyes szóra verbálisan. Az ihletettség nem csak némely részekre, nem csak a gondolatmenetre vonatkozik, hanem a Szentírásnak minden egyes szavára. Ez az egyik oka annak, hogy a hittudósok buzgón törekednek az eredeti kéziratoknak a lehető leggondosabb restaurálására, és azoknak a gondos tanulmányozására, hogy megérthessék az eredeti héber és görög szövegeknek, kifejezéseknek az igazi értelmét. Nyilván nem a fordítások ihletettek, lehetnek jó fordítások, hanem az eredeti szövegek. Ami ugye az eredeti kézirat a Márknak, Jánosnak nincsen meg nekünk, de van sok másolat róluk, amik nagyjából összhangban vannak, és ezeket vetik össze. És fontos, hogy ezeknek megértsük az eredeti állapotában. Mert minden szó Isten tekintélyét hordozza magában. Ugye, amikor az Úr Jézus a pusztában a sátánnal beszélt, amikor megkísértette, közben mindketten a Szentírást idézték. Szokás szerint az Úr Jézus úgy szállt szembe az ördöggel, vagy máskor ugye a farizeusokkal, hogy a Szentírást idézte. És gyakran egyetlen mondatra, annak egyetlen mondatára, vagy szavára irányította a figyelmet. Azt is mondja az Úr Jézus a Máté 5.18-ban, hogy a törvényből egyetlen jóta vagy pontocska sem múlik el, míg minden be nem teljesedik. Ezzel valójában azt mondta, hogy Isten törvényében, Isten ígében nincs egyetlen haszontalan fölösleges szó sem. Egyetlen jóta sem veszöcske vagy pontocska. Ugye ezek helyettesítették a magánhangzókat a héber ABC-be. Nincsen olyan, ami fölösleges volna, vagy ami megkérdőjelezhető, vagy vitatható volna. Minden szó magában hordozza az Isten tekintélyének a súlyát, mint aki a végső szerzője a Szentírásnak. Napjainkban a Biblia kritika lavinájában sokféle kísérlet történik az ihletettség fogalmának az elhagyására. Például Rudolf Bultmann, ezek ugyan régebben éltek, tehát a múlt században, 1884-ben született, nem muszáj észbe tartani, 1976-ban halt meg, egy német befolyásos teológus volt, aki széles körben elutasította a Szentírás isteni eredetének a gondolatát. Tehát ez a liberális megközelítés, amire később még visszatérek, nem akarlak nagyon fárasztani ezekkel, de jó, ha tudunk róluk, hogy amikor találkozunk velük, mert sajnos találkozunk, akkor ne lepődjünk meg, hogy ilyen is van sajnos, akik így gondolkodnak, úgymond teológusok, mert hogy ezt tanítják nekik a teológián. Tehát még visszatérek a liberális álláspontra, de egy másik ilyen álláspont az úgynevezett neo-ortodox
álláspont, vagy új ortodoxia. A neoortodox teológusokat Spruce szerint azt foglalkoztatja, hogy helyreállítsák a Biblia prédikálását, és egy nagyobb perspektívát adjanak az egyháznak, mint a 19. századi liberalizmus, de valójában ők is elutasítják a Szentírásnak a verbális ihletettségét, és a kijelentésnek a szószerintiségét, hogy Isten szó szerint ezeket jelentette ki. Az ő megközelítésük egy úgynevezett dinamikus perspektíva, amely a Szentírás tekintélyét egy dinamikus kapcsolatban látja működni az íge és az íge hallgatása között. Mindjárt érthetőbb lesz. Tehát az új ortodox nézet Istennek a transzcendenciáját hangsúlyozza, vagyis azt, hogy nem lehet értelemmel felfogni. Tehát ez az elmélet azt tanítja, hogy Isten annyira más, mint mi, hogy az egyetlen módja annak, hogy megismerhessük őt, az a közvetlen kijelentés. Tehát nem az írott kijelentés, nem a Szentírás, hanem amit közvetlenül kapunk Istentől. Az új ortodoxizmus valójában tagadja azt, hogy a Biblia Isten szava lenne. Tehát ehhez azt tanítja, hogy a Biblia csupán egy tanú, egy mediátor, amely elsegít minket Isten igéhez. Elsegít Jézushoz, aki által megismerhetjük Istent. Tehát az új ortodox nézet azt mondja az ihletettségről, hogy a Biblia szavai nem Isten szavai, hanem csupán esendő embereknek a szavai. A Biblia csak annyiban ihletett, mondják ők, hogy olykor Isten felhasználja a sorait ahhoz, hogy valakit megszólítson. Tehát ez a nézet szerint inspiráció egyáltalán nem is inspiráció. Mert ha a Biblia csupán esendő emberek esendő szavai, azt mondják ők, hogy akkor az értéke semmivel sem több, mint bármely más könyvé. És az ő álláspontjuk szerint Isten egy akármilyen regény által is szólhat hozzánk. Ilyenek is vannak, ők magukat, tehát ezért ugye milyen megtévesztő a maguk megnevezése, hogy új ortodoxia, ugye az ortodox azt jelenti, hogy igaz hitű. Ők az újfajta igaz hitűek. Csak hogy milyen hit? Milyen igazságra épülő hit? Az igazságot elvetik, mert Isten ígé igazság, ezt mondja az Úr Jézus. A te ígéd igazság. Ha ezt elvetik, akkor ők milyen igazak? Ez ugye a megtévesztőnek a munkája. Tehát ezeket a tévegéseket, testvéreim, azért mondom el, hogy meglássuk azt, hogy mennyire fontos meggyőződnünk arról, hogy mit hiszünk, és hogy minek alapján hiszünk azt, amit hiszünk. Mert ha nincs egy megbízható, szilárd alapunk, akkor nem fogunk tudni megállni az élet viharai, az élet próbái között. Ezért fontos megértenünk ezeket. Nyilván nem könnyű megfogalmazni, hogy mit is hisznek valójában, nem is magamtól, én nem ismerem annyira ezeket a, tehát mások nálamnál sokkal nagyobb, tudósabb emberektől vettem ezeket a gondolatokat, akik elmondják, hogy ezek mit is vallanak, mert hogy ők tanulmányozták, találkoztak többet velük. Nem könnyű megfogalmazni, hogy mit is vallanak ezek az emberek. És sajnos sok magát teológusnak nevező egyén elutasítja, hogy a Biblia egy objektív kinyilatkoztatás volna. És azt állítják, hogy a kinyilatkoztatás addig nem történik meg, amíg nincsen egy belső és szubjektív válasz az ember részéről. Tehát, hogy nagyon bonyolultá teszik az egészet. De visszatérve a liberalizmushoz, olyan teológusok, mint például Emil Brunner, ez is ugyan azon tájban élt, szintén német teológus, azt hangoztatták, hogy a Biblia önmagában nem kinyilatkoztatás, hanem csak egy tanúja annak a kinyilatkoztatásnak, ami Krisztusban található.
Tehát azért említek emberi neveket is, mert ezek az emberek, vagyis az ő filozófiájuk nagy hatással voltak a múltszázadi teológiára, és ennek a hatása mind mai napig érezhető. Különböző felekezetekben. Az ő tanításaikat tanítják a teológiákon, nem a Bibliát önmagában, hanem az ilyen rossz hozzáállásokat, filozófiákat, mert ezek emberi kitalációk. Majd beszélni fogunk arról, hogy mit hiszünk el, azt, amit emberek mondanak a Bibliáról, vagy azt, amit a Biblia mond önmagáról. El kell döntenünk. Tehát ezeknek az embereknek a tanításai mind mai napig megtalálható, tapasztalható, sőt, némelyek tovább is fejlesztették. És még egy másik ilyen német teológust is hadd említsek, aki nagy hatással volt, és jelenleg is nagy hatással van a magyar református teológusokra, akinek a dogmatikáját tanítják például a kolozsvári teológián, Barth Károly vagy Karl Barth. Ez az ember azt mondta, hogy Isten nem a kijelentésen keresztül nyilatkoztatta ki önmagát, hanem az eseményekben. Az ember azzal vált híresé bizonyos körökbe, hogy azt állította, hogy a különleges kijelentés csak Krisztusban testesült meg, és ha a Bibliát objektív kinyilatkoztatásnak tekintjük, azzal meglopnánk Krisztus személyiségét, a megtestesült ígének az egyediségét. Tehát figyeljük, nagyon kegyesnek tűnik ez a kijelentés, csak hogy nem igaz. Újra olvasom, hogy érthető legyen. A különleges kijelentés csak Krisztusban testesül meg, és ha a Bibliát objektív kinyilatkoztatásnak tekintjük, azzal meglopnánk Krisztus személyiségének, a megtestesült ígének az egyéniségét. Értjük? Csak hogy... Tehát azt mondja valójában, ugye, hogy csak Krisztusban testesült meg az íge. Hogyha mi azt mondjuk, hogy a Szentírás is Isten ígéje, akkor ezzel meglopjuk Krisztusnak az egyéniség, az egyedüli voltát. Tehát Krisztus méltóságát rabolnánk meg, hogyha azt mondanánk, hogy az íge is az. Majd látni fogjuk, hogy valójában az. És ez semmit sem kicsinyít Krisztusnak az egyediségén és dicsőségén. De nyilvánvaló, hogy a Biblia nem csupán az eseményeknek az elbeszélése, amely elmondja nekünk, hogy mi történt, és aztán reánk bízza az események jelentésének az értelmezését, hanem éppen ellenkezőleg. A Biblia egyszerre ad számot a történtekről, és egy hiteles, egy megbízható és apostoli és profétai magyarázatot is ad ezekről az eseményekről, az eseményeknek a jelentőségéről. Mert gondoljuk csak meg, ha igaz lenne Barth Károlynak, hogy csupán eseményeknek a leírása, mit használna nekünk, mit értenénk meg mi azokból az eseményekből, hogyha Isten lelke nem magyarázna azt meg nekünk. Hogy mi a jelentése? Mi a fontossága? Például az Úr Jézus kereszthaláláról nem csak beszámolót olvasunk, hanem magyarázatot is az evangéliumokban, meg az apostoli levelekben. Így gondoljuk el azokat az embereket, akik akkor éltek. Különböző módon szemlélték Krisztusnak a kereszthalálát. Ugye a tanítványok többsége számára ez egy tragikus csalódás volt. Csupán az eseményre tekintve. Poncius Pilátus vagy Kajafás számára ez egy politikai propaganda lehetősége volt. Pál apostol azonban, amikor a kereszt jelentését magyarázza, akkor a megváltás kozmikus aktusaként írja le, amit az Isten igazsága kijelentésére felajánlott engesztelés volt. Egy olyan igazság, amely nem válik nyilvánvalóvá csupán az események a szemlélése által.
Csupán az, hogy valaki szemtanúja volt és látta, hogy mi történt, nem biztos, hogy ezt meg is értette, vagy így értette. Ezért van szükségünk a Szentírás magyarázatára, hogy helyesen értsük, helyesen tudjuk értékelni az eseményeket. De visszatérve ezekre a hamis nézetekre, a neortodox teológusok, akikről már említést tettem, azt mondják, hogy a Biblia nem kinyilatkoztatás, hanem a kinyilatkoztatásnak csupán a tanúja, ami jelentősen csökkenti a Biblia tekintélyét. Azt tartják, hogy még ha a Bibliának van is bizonyos történelmi jelentősége, és az igazságról tanúskodik, önmagában nem feltétlenül kinyilatkoztatás vagy kijelentés. De ezzel ellentétben mi azt tartjuk, hogy a Szentírás nem csupán tanúja az igazságnak, hanem maga az igazság. Maga az igazság. A te ígéd igazság. Az isteni kinyilatkoztatásnak a valódi megtestesülése. Tekintetünket nem önmagán túlra irányítja, hanem mint Isten valódi és hiteles kijelentéseként önmagát ajánlja Isten igéje. Tehát összefoglalva, a teljes írás Istentől ihletett. Ami azt jelenti, hogy Isten kilehelte, betöltötte azokat az embereket, akiket erre kiválasztott, hogy az ő szavának közvetítői, íródeákjai legyenek. A Szentírásnak minden egyes szava isteni tekintéllyel bír. És erről majd még szó lesz a következő előadásban. Elnézést, az idő rohamosan eltelt, de folytatjuk majd ebéd után. Ha van kérdés, lehet hozzászólni, kiegészíteni.